Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Beszámolókkal kezdődött a város képviselőtestületének soron következő ülése. A pápai rendőrkapitányság, a városi polgárőrség, a katasztrófavédelmi kirendeltség és a hivatásos tűzoltó parancsnokság után az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok is beszámoltak tevékenységükről a ma délelőtti programon. Az ülésen a zárszámadást is elvégezték. A pápai rendőrkapitányság és a katasztrófavédelmi kirendeltség tevékenysége is példaértékű, a szervezetek és a város önkormányzata közti együttműködés pedig jónak mondható, fogalmazott dr. Áldozó Tamás polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón. Mi azt reméljük, hogy ennek még további szép eredményei lesznek a továbbiakban is itt a városban. A napirend tárgyalása során szóba került a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó szúnyogírtási tevékenység is. Elhangzott, hogy az országban már elkezdték az írtási folyamatot. Az általuk kialakított ütemterv szerint haladnak településről településre. Ugye Miskolci Tibor ezredes úr arra tett nekem ígéretet, hogy ezt a pozíciónkat megnézi, hogy mikor következünk, és akkor erről nekem tájékoztatást fogadni, én ezt azonnal természetesen továbbítani fogom majd a sajtóhoz. És ugye azt hangzott el még ezredes úr részéről, hogy vannak a pápainál hangsúlyosabb területei a megyének, elsősorban az idegenforgalom szempontjából frekventáltabb területek, bár szerintem pápánál fontosabb része a megyének nyilvánvalóan nincsen. A zárszámadást is elvégezték a testületi ülésen, elfogadták a képviselők a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. A 6,67 milliárd forintról 14,5 milliárd forintra nőtt a költségvetésünk főszege, ez 8 milliárd forintnyi különbözetet jelent, növekedést jelent. Ennek a túlnyomó többsége egyedi kormánydöntésekből, vagy a területi operatív program megítélt pályázatainak az előlegeiből származó bevételnövekedés, de a működési támogatásunk is változott, az is növekedett. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása stabil volt, a tervezett kiadásainkra a fedezet egész évben rendelkezésre állt, és a 2017. évvégi állapot azt mutatta, hogy évvégén is rendelkeztünk még tartalékokkal. Örvendetes, hogy a város adóbevételei 97%-ban teljesültek, hangsúlyozta Áldozó Tamás polgármester. A vegyes ügyek között a terület- és településfejlesztési operatív programok közül tárgyaltak a pápai piacot érintő beruházásról. A képviselők a két terv közül a kisebb beruházási összegbe kerülőt választották, azt, melynek üzemeltetési költségei is alacsonyabbak lesznek. Ma reggel megkezdődött a Jókai utca kopó rétegének behúzása a Március 15 tér és a Szalmavári domb között. A teljes útzár mellett zajló munkálatok várhatóan a hétvégéig befejeződnek. A kivitelező tájékoztatása szerint szombaton délután megnyithatják a leaszfaltozott útszakaszt. A második réteg aszfaltot, a kopó réteget ma reggel kezdte el behúzni a kivitelező a Jókai utcán. Stábunk kora délután járt a helyszínen. Az első szakaszon, ami a Március 15-e téren kezdődik, az első szakaszon most az aszfaltozás folyik, a kopó réteget készíti el a kivitelező. Az elmúlt héten megtörtént az aknák és egyéb szerelvények szintremelése. Ez a kopó réteg átlag 4 cm vastag aszfalt réteget jelent. Azt jelenti, hogy már a korábbiakban az út oldaleséseit a kötőréteggel kialakították, tehát ez tekinthető egyenletesnek, ez a kopó réteg, ami ide kerül. Két rétegben történik ennek a behúzása. A kifele Veszprém fele megyünk, a baloldali már megtörtént, most a jobb oldalit fogják húzni, illetve annak egy részét a holnapi nap fogják elkészíteni. Az aszfaltozás befejezése után még lesznek munkák ezen a szakaszon, de a forgalom a tervek szerint megindulhat. A kivitelező elmondás alapján péntek délután a műszaki ellenőrre végig fogják járni ezt a szakaszt, amelyre a kopóréteget lehelyezték már. Ezen a szakaszon a műszaki ellenőr javaslata alapján fognak dönteni a további forgalomkorlátozásról. A kivitelező még a szombati nap folyamán, szombat délután várhatóan szakasz lezárásának a feloldásáról fog intézkedni, ami azt jelenti, hogy ezen a szakaszon lehet közlekedni, ezen a szakaszon azonban 30 km-es sebességkorlátozás lesz élvényben. A Jókai utca belváros felüli szakaszán tehát az elképzelések szerint szombaton megindulhat a kétirányú forgalom, és megnyitják a Szalmavári utcát is.
Az utca további szakaszán azonban marad a teljes lezárás. Itt a szegélyépítési munkákat végzik, és a járdák parkolók zöld felületek helyének kialakításán dolgoznak. A következő napokban egy másik munkafolyamat is zajlik. A Pápai Vízműzéért jelezte számunkra, hogy olyan szennyvízbekötéseket szeretne még elvégezni, kíván elvégezni, amelyek esedékessé váltak, úgyhogy ebben az időszakban a vízmű dolgozik ezen a szakaszon. Előzetesen 10 napot helyeztünk kilátásba a munka elvégzésére, és úgy tudjuk és bízunk benne, hogy a 10 napon belül elvégzik ezt a munkát, és utána folytatódhatnak az építési munkálatok a másik szakaszon is. A Jókai utca teljes hossza továbbra is munkaterületnek számít, így azon a szakaszon is fokozott óvatossággal kell közlekedni, melyet visszaadnak a forgalomnak. A Magyar Közút Nonprofit ZRT 2017-2020 közötti időszakra vonatkozó keretmegállapodása részeként újult meg a Vasari út burkolata, a Győri úti kereszteződés és a bázisreptér között. A közel 2 kilométeres szakaszon a munkálatokat elvégezték, hamarosan kezdődik a műszaki átadás átvétel. A Vasari út több szempontból is fontos útja a városnak. A polgármester és a városrész képviselője a beruházás jelentőségét emelte ki. 1,9 kilométer hosszan új burkolatot kapott a Vasari út, mely nem csak az itt élőknek, az átmenő forgalomnak, hanem a reptérre közlekedőknek is fontos. Belterületen 6 méter szélességben aszfalt kopórréteget kapott, 4, illetve 6,5 cm változó vastagságban. Külterületen 2 réteg aszfalt burkolattal, 2,5-8 cm változó vastagságú aszfalt kiegyenlítő kötőréteg, illetve 4 cm AC11F jelű aszfalt kopórréteg került beépítésre. A teljes tervezési szakaszon megújultak a forgalomtechnikai berendezések, forgalomtechnikai táblák, illetve a teljes szakasz tartósburkolati jellel lett ellátva. 1000 köbméter aszfalt került beépítésre, és 1300 méter hosszon árokprofilt alakítottunk ki. A nettó 125 millió forintos beruházás hazai forrásból valósult meg. A munkaterületet márciusban vette át a kivitelező, és a jövő héten kezdődik a műszaki átadás. A városrész képviselője úgy fogalmazott, a Vasari útra nagyon ráfért a felújítás. Az úttest állapota rendkívül rossz volt, hisz jelentős forgalmat bonyolít, különösen azóta, hogy a bázisreptér ismét üzemel teljes vertikumában. Ez is szükségesítette azt, nem csak az átmenő forgalom szempontjából, hanem az itt élők közlekedés biztonságának garantálása érdekében, hogy itt egy új burkolat alakuljon ki. Áldozó Tamás polgármester arról szólt, a Magyar Közút pápai kirendeltségével és a megyei igazgatóság vezetőivel is jó a város együttműködése. A Vasari út felújításával az önkormányzat igénye és az útfenntartó szakmai felelősség vállalása találkozott. A Magyar Közút összes beruházásának óriási jelentősége van a város életében is. Azok az útszakaszok, amik országos közutak, ami úthálózatunkban, azok egyrészt ugye mi általunk is használt utak, a mi gyűjtő útjaink. Nagyon fontos elemei a helyi közlekedési infrastruktúrának, és hogyha ezeket összeszámoljuk azokkal az utakkal, amiket a rendkívüli kormánytámogatásból mi újítunk meg, akkor így összességében az egy olyan beruházás sorozat, amire nagyon régen volt példa az útépítések szempontjából ebben a városban. A polgármester kiemelte, a Vasari út környékén az elmúlt években több fejlesztés is zajlott saját forrásból, és a jövőben több topos projekt is érinti a város ezen részét. 150 ezer forint értékű adományt nyújtott a pápai rendőrkapitányságnak Takácsi, Nemesgörzsöny és Kemenes Szentpéter önkormányzata. A pénzből egy nagyméretű televíziókészüléket vásárolt a kapitányság, melyet monitorként üzemeltetnek, és a szolgálatszervezések, eligazítások, oktatások során használják. A monitort hivatalosan ma üzemelték be a rendőrségen. A három település ezzel az adománnyal kívánta segíteni a pápai rendőrkapitányság munkáját, s egyben elismerésük kifejezése is a felajánlott összeg. Az átadáson Vajda György takácsi polgármestere képviselte az adományozókat. A Kemenes-Szentpéter, a Nemesgörzsöny takácsi felajánlásával jött ez itt létre. Mindenképpen segíteni akarunk a rendőreinek. Eddig is elégedettek voltunk a szolgálatokkal, és igazából a hálánkat, a elismerésünket akartuk is kifejezni. A falvak támogatási szándéka és a kapitányság eszközigénye szerencsésen találkozott, így sikerült beszerezni a monitort.
a háromközség pénztakabályozat, és a kapitányságra bíztuk azt, hogy mire költik. Monitorejtető készülékre, amely az eligazításokat, az információ cserét szolgálja. 150 ezer forint adott a három község, Takácsi 50-et. A számítógéphez csatlakoztatott televízió készülék szemléletesebbé, hatékonyabbá teszi az eligazításokat, de nem csak erre tudják használni az eszközt. Vizuálisabbá teszi az eligazítást, videókat, esetleg fotókat lehet megjeleníteni, úgyhogy az mindenki számára az eligazításon láthatóvá váljon nagy méretben. Többször előfordul, hogy ismeretlen elkövetős bolti lopások történnek, kamerafelvételek állnak rendelkezésre. Ezeket az ismeretlen elkövetőket könnyebb azonosítani egy nagy felbontású készüléken, mint egy apró monitoron vagy egy kinyomtatott fényképen. A további célja még ennek a kivetítőnek, vagy kivetítőként üzemelő tévének, hogy ilyen oktatások keretében, ami havi szinten van itt a kapitányságon, a közrendvédelmi állománynak, itt tudjuk hasznosítani különböző tájékoztatóanyagoknak, ilyen PPT formátumú bemutatóknak a kivetítésére. A kapitányság 40-50 rendőrének munkáját segíti a készülék. Egyszerre itt ilyen 4-10 ember veszi fel körülbelül a szolgálatot, őneik tartunk napi szinten eligazítást, több alkalommal van napi szinten. Igazából az egyenruhás állományban mindenkit érint. A néhány hete már működő monitorral kapcsolatban pozitív tapasztalatai vannak a rendőröknek, sőt egy bolti tolvajt is azonosítottak már a kivetített kamerafelvétel segítségével. A szolnoki helikopterbázis csapata nyerte az idei honvédségi tűzoltóbajnokságot. A háromnapos versengés május 8-án kezdődött és ma ért véget. Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt egy tűzoltási bemutatót is láthattak a versenyzők, az elöljárók és a bírálók. A versengésben a pápaiak a második helyen végeztek. Ezzel az oltási imitációval zárult a Magyar Honvédség idei tűzoltóbajnoksága. A háromnapos versenyen 6 csapat bizonyította felkészültségét, rátermettségét és mérte összetudását. A versengésnek otthont adó Pápa Bázis repülőtér harmadik alkalommal szervezte meg a 20 éves hagyománnyal bíró vetélkedőt, mely elméleti és gyakorlati feladatokból állt, mondta el híradónknak Gangler László ezredes. Nagyon fontos a tűzoltók elméleti felkészültsége. Tehát az első az mindenképpen egy elméleti teszt sor végrehajtása, annak a kérdéscsoportnak a megoldása, ami különböző anyagok tűzére vonatkozóan az oltóanyagokat határolja be, olyan felszerelésekkel kapcsolatos kérdések, amik a korszerű tudást tükrözik. Rendkívül fontos, hogy felmérjük először ezt a fajta tudást, aztán ezt követően a fizikai erő, a különböző gyakorlatokra való készenlét, begyakoroltságnak a színvonal az, ami vizsgáztatásra kerül. A versenyszámok között minden évben szerepel új feladat. Idén az oxigénpalackos lélegeztető berendezéssel történő mentés volt ez az elem. Fontos az, hogy a korszínvonalát ebben is kövessük, folyamatosan a legújabb technológiával, technikával hajtsuk végre mentéseket, az oltásokat, és mindig igyekszünk valamit becsempészni, éppen ezért a legkorszerű tudással rendelkező biztonságtechnikai mérnökök azok, akik összeállítják a versenyanyagát. A verseny eredmény hirdetésén külön díjakat osztottak ki, valamint egyéni kategóriában és csapatversenyben is hirdettek eredményt. Harmadik lett az MH anyagellátó raktárbázis csapata, második az MH Pápa bázis repülőtér, az első pedig, immár negyedik alkalommal, az MH 86. Szolnok helikopterbázis. A versenyfeladatokban többek között egyéni és váltó sík és akadályfutás, valamint sugárszerelés szerepeltek, tudtuk meg a pápai csapat kapitányától, Pap Lászlótól. Mindegyik speciális elem, tehát mindegyik más és más, valaki, aki futásba jó, az például azokat az elemeket, ami tényleg a futáshoz szól, azt tudja hasznosítani, de vannak olyan sport elemek, amik igazából erőléti edzést igényelnek, és ott nem a futás a döntő, hanem inkább mennyire kitartó, és mennyire ügyes a szakmájában. Az eredményhirdetés után Topor István ezredes mondott köszönetet a versenyzőknek és a szervezőknek. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont 7 kis közössége mutatkozik be a hagyományos évadzáró rendezvényen. Az intézmény csoportjai az elmúlt hónapokban szervezett programjaikról, a 2017-18-as közművelődési évadban elért eredményeikről állítottak össze anyagokat. A kiállítást Dóri Éva, az NMI Művelődési Intézet Non-Profit Közhasznú Kft. Cselekvő Közösségek projektjének szakmai vezetője nyitotta meg, aki elismerően szólt a pápai kisközösségek tevékenységéről.
A tárlat megnyitó a Közösségek Hete programsorozat egyik rendezvénye volt. A kiállítás megnyitón Szabadkai Verita, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója rövid áttekintést adott az intézmény közösségfejlesztési törekvéseiről, tevékenységéről. Elmondhatjuk, hogy a mi közösségi tereinkben, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban élénk és színes közösségi élet zajlik. Négy intézményegységünkben a színház épület, a Huszár Közösségi Ház, a Sportcsarnok, a Kópévár tereiben 50 közösség tevékenykedik. Az évad záró tárlaton a bakancsos természetjárók köre, az éremgyűjtők köre, a felnőtt bélyeggyűjtő szakkör, a képzőművész kör, a Tűsarok Foltvarró Klub, a Sámán Makett Klub és a Várostörténeti Honismereti Kör mutatkozik meg. A tárlatot Dóri Éva, a Cselekvő Közösségek projekt szakmai vezetője nyitotta meg. Mint mondta, a közösségek nem csak helyet és teret kapnak a háttérintézménytől, de lehetőséget és szakmai támogatást is. Mindemellett fontos az egyének személyes részvétele, szerepvállalása a csoport tevékenységében. A pápai alkotó kisközösségekben mindez jelen van, ezt mutatja a kiállítás is, tette hozzá. Egy olyan helyen vagyunk, egy olyan programon vagyunk, ahol igazi cselekvő közösségek munkáját tudjuk megtekinteni. Az ő hétköznapi tevékenységeik kerülnek bemutatásra, és ugye mindezt még megkoronázza, hogy több olyan működő közösségről beszélünk, ami egyrészt a művelődési intézményhez kötődik, másrészt a településhez kötődik, illetve nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy térségi kitekintést is ad, ami további együttműködéseket és partnerségeket feltételez. Az alkotó kisközösségek tárlatának rendszeres résztvevője a bakancsos természetjárók köre. A rendkívül aktív csoport a következő évadban ünnepli alakulásának 30. évfordulóját. Vezetőjük Terebesi Józsefné, aki elmondta, a közösség több egy kiránduló csoportnál. Hasonló érdeklődési körű emberek, mindenki beszélget pár szót mindenkivel, érzi, hogy tartozik valahova, akik több alkalommal esetleg hiányoznak, azokról már a többiek érdeklődnek, hogy esetleg betegség, vagy mi miatt hiányzik. Tehát szerintem nagy összetartó erő egy ilyen közösség. Az alkotó kisközösségek kiállítása május 25-éig tekinthető meg a színház épület emeleti előterében. Május 12-től látogathatók a Pannonia Reformáta Múzeum állandó kiállításai. A múlt értékeit és a 21. század technológiáját, múzeumpedagógiáját ötvözi az egyedülálló tárlategyüttes, mely szombaton ingyenesen megtekinthető. 9-től 16 óráig várják a látogatókat, akik kíváncsiak a kereszténység örök üzenetét közvetítő interaktív tárlatra és a Hori titkait megfejtő egyiptomi anyagra. Szombaton nyit a múzeumi kávézó is, ahol a látogatók kávé különlegességeket kóstolhatnak. Különleges anyag vár a látogatókra a Fő utca 6-8 szám alatt található Pannonia Reformáta Múzeumban. A hajlék az örökké valóságban elnevezésű tárlat a kereszténység örök üzenetét hordozza, mutatja be több síkon. Van teológiai rétege, néprajzi és történeti megközelítése a kiállításnak, mely interaktív módon a gyerekeket és a fiatalokat is megszólítja. Kombinációja a különböző rétegeknek, de mind ugyanarra mutat, hogy azt akarjuk elmondani, hogy mi miben hiszünk, és mi az, amit mi el akarunk mondani a világnak. Most ezen a kiállításon keresztül is valami ilyesmi. Ezért az a címe, hogy hajlék az örökké valóságban. Tehát ez túlmutat azon, ami ezen a földiségon is, és rá az egyetlen igazságra. A hajlék az örökké valóságban kiállításhoz kapcsolódóan egy kisebb teremben tekinthető meg a látványtár, mely a Dunántúli Reformátusság restaurált kincseit mutatja be. Két állandó kiállításunkat lehet megtekinteni, az Ótemplomba, a Karzaton a hajlék az örökké valóságban című kiállításunkat, illetve itt a parókia épület pincéjébe a Hóri titkai megújult egyiptomi kiállításunk látható. Május 12-én szombaton tehát 9-től 16 óráig ingyenesen látogathatók a Pannonia Reformáta Múzeum kiállításai, 18 órakor pedig Rákász Gergely koncertjére várják az érdeklődőket. Híreink után jöjjön az időjárás jelentés.
Pénteken egy gyenge hidegfront hatására a Dunántúlon feltámadhat az északias szél. Itt lesz kevesebb, máshol több a napsütés, záporok, zivatarok azonban továbbra is több helyen előfordulhatnak. Hajnalban 11-17, délután 24-30 fok várható, nyugaton lesz a hűvösebb. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, mi várjuk Önöket, viszontlátásra!